Sziasztok! Megjelent az új LEGO Star Wars magazin, amihez kapunk egy Clone Troopert, ugye ez a sima alap Clone Trooper, Phase 2-es, illetve kapunk egy kártyacsomagot és egy limitált edition-es kártyát, amit csak is kizárólag ehhez a magazinhoz adnak. Gyorsan mindjárt meg is nézünk, ugye ez is a 25. évfordulós LEGO Star Wars-hoz kapcsolódik. És láthatjátok, Reva Starburn-nak aranyozott kivitelben, nagyon menő, nagyon szép kártya. Nézzük meg, mit rejteget a kártyacsomag. Utálom, hogy ilyen ragasztóval van ez felrakva, ami itt nem sérül. Ugye ez is új szériás, ez is a 25. évfordulóshoz kapcsolódik. Teljesen új kártyaszéria. Nézzük is meg, hogy mit kapunk hozzá. És pontosabban benne. Nagyon szépen eldugták. Az első kártyánk nem más, mint Darth Sidious. Elég érdekes kivitelben láthatjátok, ez is aranyozott, és baromi jól néz ki. Következő kártyánkat nem látjuk. Egy Din Djarin, ilyen narancssárgás, csillogós, ezüstös kártya. Azt hiszem ebből nekem már van egy. Következénk Cassian, sima kártya. Van nekünk egy Keonosisi trooperünk. Yeah. Most raktam föl pont nemrég a napokban egy erről a minifigurál egy ilyen bemutató kis short videót. Nagyon jó ez a minifigura. Ugye egy puzzle darabot, és még egy puzzle darabot, igazából ezek nem olyan érdekesek. Viszont aki gyűjti ezeket, azoknak mindenképpen jól jöhet. Aztán nézzük meg a minifiguránkat. Ugye itt a Clone Trooper. Egy-egyes arányban a fegyvere. A végén kisbontjuk és megnézzük. Először is jön a magazin, tele van rajta ez a ragasztó, borzasztó. Tudom, ezzel módosíthatnának valamit. Ugye ez a 112. kiadás, ugye az előző meglepetés csomag, amiben kétféle dobozos Darth Vader volt, az 8 euróba került, ez most csak 6. Csak. Rögtön az elején ninjagós készlet, nem értem, mindegyikbe vele rakják. Ugye itt van nekünk a Clone Trooperünk. És kezdődik is a sztori, ugye második epizódos Geonosisi csata, van egy kis komik, kis képregény, Obi-Wan, Yodánk, droidjaink, illetve Dooku. Ugye itt van a Ninjagós magazinos, hogyha ugye minden hónapban jön új, ugye ez volt a legutóbbi minifigura, hogyha... Nem ez volt a legutóbbi, csak hasonló volt. Ugye ez is egy Lord Russ volt, de ez még a régebbi verzió. Folytatódik tovább a történet. Érdekes, hogy Anakin-t nem látni ebbe a kis képregénybe. Dukuval harcolnak. Egyébként nem tudom, hogy jól vagytok vele, srácok. Nekem a Klónok háborúja sorozat, ez egy nagyon jó gyerekkori emlék. Nagyon szerettem, mai napig van, hogy nézem. Aztán kapunk hozzá egy posztert, pontosabban kettőt, nézzük meg. Itt vannak. Itt van nekünk Anakin és Obi-Wan. Illetve az öreg Obi-Wan és Luke Skywalker. Illetve itt vannak a jók és a gonoszak, lázadók és a birodalom. Itt is a 25. évfordulós logó rajta. Nagyon menő poszter. Aztán mindenféle játék. Itt is a játékon nagyon jó. Nem tudom, van-e, aki megcsinálja. Nem szoktam. Ugye itt van a kis Clone Trooperünk. Még egy kis képregény. Ex-kapitány. Fociznak? Elég érdekes. Tokuról információk. A rajzokat küldtek be, ugye ilyen gyerekrajzokat, ha bekülditek, akkor nyerhettek 3 darab ilyen szettet. És a legvégén nézzük, hogy mi lesz a következő újságban. És igen. És mit kapunk? Egy remek minifigurát, ugye egy TIE pilotot fogunk kapni. Egyébként nagyon örülök, az utóbbi időben a magazinokban minifigurák érkeznek, mert elég jó minifigurákat lehet beszerezni a magazinokból.
Úgyhogy ez lesz a következő kiadás, ami azt hiszem, igen, szeptember 6-án fog érkezni, mindenféleképpen be lesz mutatva. És itt a végén ugye a új kártya kollekcióról egy kis bemutató, hogy milyen csomagok vannak. Úgyhogy nézzük meg a minifiguránkat. Nagy újdonság nincs ebben a minifigurában. Ugye, 2024 elején megjelent ez a Battle Pack, ugye amiben volt, kaptunk 3 darab ilyen troopert, illetve egy csak troopert, és voltak benne roham droidok és szuper roham droidok is. Ugye az a készlet volt a 75-372-es készlet, ugye a 215 darabos Battle Pack volt, viszont egy nagyon király Battle Packet kaptunk. És nézzétek meg, sima klónfeje van, ugye ez a Phase 2-es klóntorzó lábakkal printelve, hátulról is sima printelése van, illetve a sisakja. Szerintem nagyon jó, nagyon király ez a minifigura, ugye ezeken már rajta van ez a lyuk, ugye mindenféle kiegészítőket rakhatunk a minifigurához, kapunk hozzá egy plastert, úgyhogy nagyon király. Hogyha klónsereget építetek, tudjátok jól, akkor megéri beszerezni, bár szerintem lehet jobban még mindig megéri egyébként megvenni a Battle Packet, és ebből kaptok 3-at, hiszen 30 euróért van a készlet, és akkor ebből rögtön kaptok 3-at, és akkor mindjárt több minifigurátok lesz. Egyébként én is tervezek most már így a klón csapataimról egy bemutató videót csinálni, csak akkor sose jutok el odáig, hogy megcsináljam. Most már elég nagy készletgyűjtemény van, sok minifigura, úgyhogy lehetne csinálni egy elég király videót, csak valahogy sosincs rá időm. Most már lassan igényem érkezem nektek, főleg ha meg lesz időn az 1000 feliratkozó, mert arra nagyon hajtok, srácok. Úgyhogy tessék feliratkozni, lájkolni, köszönöm, megtekintettétek a videót, és további szép napot nektek. Sziasztok!